Organo az tulajdonképpen első a világon, aki elkötelezett az egészséges élet irányába, és ennek két vonulata van, egyik maga a kávézó, és másik pedig a táplálkozás. Amit itt látunk, ez tulajdonképpen maga az Organo Café, az egészséges kávé, az egészséges élethez való szükségletet biztosítja. A következő lépés az maga az egészséges táplálkozási rendszer, ezt az Organolit fogja biztosítani, ez szintén feldolgozás, illetve kidolgozás alatt van. Ennek az első lépése az a beleosítemények, amiket ma már megtalálhatók nálunk a kávézóban. Ez a világ első számú egészséges kávéja. Persze ilyenkor szokták megkérdezni az emberek, hogy jó, de mitől egészséges? Azt kell róla tudni, hogy ez egy arabika kávé, tehát egy kosztarikai arabika kávé, de ez önmagában még nem elég ahhoz, hogy valami egészséges legyen. Ez az arabika kávéhoz mi hozzá keverünk egy úgynevezett Ganoderma lucidumnak a hatóanyagát, ami rendkívül magas vitalitást, energiaszínnövelést, és hát egy nagyon boldogságot ad minden olyannak, aki olyan partnerünknek, aki fogyassza ezt a kávét. Tényleg egy fantasztikus ízvilág, amit mindig azt szoktuk mondani, hogy most ezt el lehet hinni nekem is, de sokkal jobb, hogyha kipróbálják az emberek, hiszen az a legmeggyőzőbb, hogyha valaki ugye saját maga érzi azt, hogy mit tud ez a kávé, mitől más az ízvilág, milyen hatásfoka van azonnal a szervezetben, úgyhogy ezért javasoljuk minden kedves győri partnernek, vagy akár az ország többi részéről is jöhetnek ide, hogy itt az Organo Caféban elfogyasszák a kedvenc kávéjukat, ami lehet akár egy fekete kávé, lehet egy latte, lehet egy mokka, és azt hiszem, hogy nem is tudnám felsorolni a széles választékot. Ide kell jönni, és ki kell próbálni. Nem csak egy kávé, nem csak egy élvezeti cikk, hanem egy olyan termék, ami egy nagyon komoly perspektívát, nagyon komoly lehetőséget biztosít emberek százainak. Mivel egy franchise cégről van szó, ezért másfél évvel ezelőtt vezettük be ezt a franchise-t Magyarországon. Arról szól, hogy az embereknek egy élvezeti cikk maga a kávé egy részről, más részről pedig, mivel a felnőtt lakosság 83%-át érinti maga a kávézásnak ugye a szokása, harmadrészről pedig egy olyan prémium termék, ami a tőzsdén egy nagyon komoly szerepet tölt be, hiszen egy olyan árucikk, ami a legkeresettebb az olaj után. Úgyhogy ezzel a dologgal emberek százai, emberek ezrei pénzt is tudnak keresni, olyan szinten, hogy az emberek kávéznak, és a kávézási szokásaikból, a mindennapos élvezeti cikkből gyakorlatilag nagyon komoly jövedelemhez tudnak jutni. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi az, amivel nyerhetek, és a minőségi termékek fogyasztása volt az egyik fő szempont. Így esett a választásom az Organo termékekre, amiket mind a felkészülés során, az edzések előtt és alatt, valamint a versenyek során is minden reggel fogyasztottam, különös tekintettel a zöld teára. Akkor is fogyasztok teát, mind vöröset, mind zöldet, hogyha nem készülök versenyre. Egy hónap múlva indulok a tízszeres Ironmanre. A zöld teát viszem magammal csak úgy, mint tavaly is kifejezetten ízlik. Sokban nem tér el a más teáktól, de kellemesen sejmes az íze, és ízesítés nélkül fogyasztom.
kávénak a hatása, hogy mit fejt ki az embere, ezt próbáltuk meg egy kicsit a mozgásban is visszatükrözni. Ugye én jó magam is valahogy így létezem, hogy ha van egy ilyen kicsit nyomottabb, kicsit enerváltabb hangulatom, akkor én is sajnos azonnal egy kávéhoz nyúlok, és akkor utána elkezdem érezni, hogy rám az milyen pozitív hatással van, elkezdek felélénkülni tőle, elkezdek egy kicsit dinamikusabban létezni, akár otthon, akár a munkahelyemen. Nekem egyébként is a kávé egy szertartás, tehát ez mindig egy ilyen fontos momentum a számomra a napnak, és ezt próbáltuk meg a koreográfiában is visszatükrözni a táncosokkal. Ugye többfajta táncstílust hoztunk ebbe, van egy kicsit modernebb táncstílus, amit a színházi táncosok csinálnak, illetve vannak a hip-hopos csapat, akik pedig szintén egy másfajta stílussal próbálták meg, de hát hiszen mi emberek sem vagyunk egyformák, tehát gondolom, hogy a kávénak a hatása független attól, hogy mindenkire egyforma, de másképpen fejti ki az eredményét. Az orgánó tulajdonképpen több, mint egy kávé. Ezt több irányba is próbáljuk meg visszahozni. Alapvetően ugye a kávézók mindig egy társasági életre épültek. Mi próbálunk itt az orgánóba egy orgánó nyelviskolát létrehozni, ami effektíve délután, este, délelőtt, aki vágyik egy óra nyelvtanulásra, azoknak biztosítunk egy nyelvi szoftvert, amin keresztül a nyelvtanulást biztosítjuk nap mint nap számukra. A következő lépésünk egy Organo filmklubnak a létesítése, ami délután, délelőttönként, délutánonként ad lehetőséget egyólást, akár idegen nyelvű filmeknek, spanyol filmeknek a levetítésére, megnézésére, kielemzésére. Társasági életben mi a gyerekeket is beszeretnénk vonni. Ugye a ganodermás termékeink közül megtalálható a forró csoki, és gyerekzsúrokat, gyerekszületésnapokat szeretnénk rendezni, ami tulajdonképpen szintén egy ilyen közösségi életnek a színterét adna helyet maga az orgánó kávézó. Tehát szülinapok, pantomimesek, játék, forró csoki, innentől kezdve én azt gondolom, hogy a gyerekek is boldogok és egészségesek fognak maradni.